Már 2017. december közepén elkezdték szervezni a 10. SZIZÓ sportszerkupát. A jubileumi tornán 12 csoportban 48 csapat mérte össze erejét csütörtöktől vasárnapig Máté Szalkán. Az egyre népszerűbb teremlabdarúgásra megyén és országhatáron túlról is érkeztek idén csapatok. Külön öröm számunkra, Máté Szalkai városvezetés számára, hogy ilyen komoly vállalkozói szféra dolgozik emögött, a torna mögött, hiszen közel 50 csapat versengett most az elmúlt 4 napban, és azt gondolom, hogy a torna névadója, a SZIZÓ, Papik Szilárd és Papik Zoltán 10 éve elindított valamit, amiből egy, úgy gondolom, hogy nem csak a megyén belül és a megyén kívüli csapatok, hanem határon túli csapatok is már jelentkezésükkel növelték ennek a tornának a színvonalát. A létszámkeret hamar betelt, így idén már volt olyan csapat is, akit a szervezőknek vissza kellett utasítaniuk. A torna nem csak a játékosok, a szurkolók körében is egyre népszerűbb. Rekord nézőszám is volt, 4 nap alatt rengeteg néző fordult meg a csarnokba. Azt gondolom, hogy 10. alkalomra, 10. születésnapra megérett a torna arra, hogy a következő évben próbáljunk egy szintet lépni. Ezt a szintet úgy értem, hogy nem feltétlenül a csapat létszámba, mert az már kimerítette a lehetőségeinket, hanem a színvonalba és esetleg a körítésbe. Hát azt gondolom, hogy a városnak is egy méltó rendezvény, az egyesületnek, Máté Szalka labdarúgásának is méltó rendezvény, sikeresnek ítélem meg ezt a tornát. A 2018-as SZIZÓ sportszerkupa győztese immár 3. alkalommal a debreceni Hungaroták csapata lett, akik ezzel sporttörténelmet írtak. A döntőben a másik debreceni csapatot verték meg 1-0-ra. Elmondásuk szerint sikerük titka a csapategységben rejlik és abban, hogy mindenki szereti és tiszteli a másikat. Mindenki jár Kispás tornákra, mi erre a SZIZÓ kupára szoktunk ebben az összetételben összejönni, mert vannak ugye a Debrecenből több csapatból is játékosok, de erre általában hál' Istennek ezzel a kerettel sikerül eljönni. Nem készülünk külön, mindenki ugye megvan a saját Kispás csapata, ott megy tornákra, tehát edzésben vagyunk úgymond, ide pedig egy héttel előtte telefonálunk mindenkinek és jövünk. A csapat ígérete szerint a következő tornán is a címvédésre pályázik majd. Máté Szalka életében pedig nincs megállás, újabb futszál és ifjúsági tornák indulnak a Máté Szalkai MTK keretein belül és pénzdíjas formában is.